Ez az arcpoetika 2. Gusztustalan egy állat vagyok. Mondják nekem sokan, a rohadó cucc, amit lenyelek, kihányok, azok tik vagytok ti hitványok. Gusztustalan? Ahogy zabálom a vájumból a mosrékot, mint egy disznó, ezzel illettek engemet nyugati szennyek. Fölzabállak titeket. Ha én egyszer elnök lennék, minden embert elfogadnék. Ez fakukat, természetes elegyébe. Faporba. De. Én nem görcsölök semmin. Elfekszek a mezőn, és boldog vagyok. Az emberek meg... hogy állnak a villanyszámlákkal? Hogy állunk a gázszámlákkal? A rezsivel! És elkúrják az egészet, mindent elvasznak ezzel. És nem ismerik meg önmagukat. Nem ismerik meg, hogy valójában kicsodák. Ha én végre elnök leszek, igazságos szolga leszek. Miért vagyok kiválasztott? Más például, akkor ugye deviáns személyiség mindenhol van. Én is deviánsként indultam. Mint a legtöbb deviáns. Most is vannak itt deviánsok, 15-16 évesek, lázonganak, pánkok, anyám picsája, mit tudom én, föstik erre arra a hajukat, lázadnak, micsoda nagy lázadás, stb. Utána mit csinálnak? 18-20 éves korban mindez lecseng, normális polgári életmód, család, mit tudom én, micsoda. És utána beállnak egy gépezetnek a kafkai értelembe vett csavarjál. Masinálja lesznek, tehát ilyen csavar. Most ezt én 8-10 éves koromban már láttam, hogy mi újság a fronton. Deviáns vagyok, dá! Ha én egyszer elnök lennék, mindenkit nagyon szeretnék. Amikor elolvastam például Blanquit, francia lánglelkű forradalmár, Blanquinak az életrajzát, meg a könyvét, és ebből így kipattant egy szikra, hogy ő is a legnagyobb deviáns, meg Diogenész is hozzájátszott egyébként ebbe, és akkor eljutottam arra a pontra, hogy nekem nem szabad megállnom, az apám is erősítette ebbe, ő meg hithű komcsi volt, legvégig, 60 éves, 59 évesre halt meg, legkövetkezetesebb. Azt mondta, hogy fiam, menj az utadon végig, mint ahogy Marsz is mondta, ne törődj semmivel, és a célodat érd el, tehát mindenféle ösvényen, mindenen menjél végig, ütközőkön, buktatókon. És akkor 16-17 éves koromban vándorfilozófus, tehát akkor én már elkezdtem így csatangolni Magyarországon, keresztbe kasul, mint az ókori proféták. Gyűjteni akartam a tanítványokat, csöveztem, megismerjem az embereket, mi újságban leglentebb. Ha én egyszer elnök lennék, fedél nélkül fény másolnék, tálláradám, térdödám, térdödérdám. Hogy telt a gyerekkorom? Szarul. Családilag nem volt semmi gond, amíg a nagyapám meg nem halt. Sajnos, ez egy törés volt. Ő, gyakorlatilag, ő volt a tanítómesterem. Ezt szabad mondani nyugodtan, nem szégyellem, sőt büszke vagyok rá. A nagyapám, az apai nagyapám, Bartos Mihály az államvédelmi osztálynál tevékenykedett. 1956-ig, 55-ig. Azt mondta nekem a nagyapám ilyen 83-84 környékén. Fiam, gondold el azt, hogy nincsen semmid. Mi elég szegény, tehát szegény körülmények között laktunk, akkoriban is. Tehát például az apám az elutasított ilyeneket, hogy mondjuk tévé vagy ilyenek. Ő ezt ilyen méregnek tartotta. Miért méregnek? Nem akar majd olyan ember, ki rám szólni soha nem, mert palotám kapuját kinyitnám. A gyerekkoromat befejezvén egyébként, hogy miért? A gyerekek, visszatérve egy kicsit a közösségre, a gyerekek egyébként ugye a leggonoszabb élőlények a világon. Gyerekek. Ott megy a legorbitálisabb módon egy osztályba mondjuk a kiközösítés.
De ez társadalomra is kivetíthető. Ha valaki deviáns, nem úgy viselkedik, eltávolodnak, kikerülik, megbélyegzik, beskatujázzák. És ugyanez volt osztályban is. Tehát az osztályban is. Tehát otthon jó, az apám az egy nagyon jó gyerekkor biztosított számomra, viszont ezek az iskolák, és ezért is nem mentem tovább tanulni például. Palotám, kapuját kinyitnám! Tanuljunk megküzdeni. Szegénység állapotából is lehet boldogságot kovácsolni és csiholni. Tanuljanak meg pocsolyából inni, és tanulják meg fölfedezni önmagukat, és azt, hogy amiket biztosított mondjuk 40 év alatt a szocializmus, az egy hamis illúzió volt.